Sziasztok, Kingek! Itt most egy izgalmas akció jelenetet láthatnátok arról, hogy egyedül maradok egy kis szobában, aztán két oldalról rám jön az ellenfél. Sikeresen felveszem velük a harcot, és egy csávót még dobatok is. De nem láthatjátok, mert itt váratlanul megszakad a felvétel. Most itt lenne egy jelenet arról, hogy egy heves ostrom során áttörjük az ellenséges védvonalat, és behatolunk ebbe az épületbe. Aztán szétlövünk mindenkit. Nem fogtok látni semmit, mert, kitaláltátok, váratlanul megszakad a felvétel. Azt már gondolom mondanom sem kell, hogy kimaradnak a pályát körbekörülős, osonós, egy centiről harcolós és ajtóütéses jelenetek is, mert a kiváló kamerám nem vett fel semmit. Jöjjön egy csúnya és drága csalódás története. Főszerepben a legendás GoPro akciókamerákkal. Remélem tanulságos lesz. A videózást egy olcsó kis SJ 4000-essel kezdtem. Főleg saját célra gyártottam videókat, de mivel tetszett ez az egész videóvágós gyártós történet, a Covid alatt úgy döntöttem, beújtok egy olyan kamerára, amellyel lehet a széles publikumnak szóló, élvezhető videókat is csinálni. Vettem hát egy GoPro Hero 8 Black-et, abban a reményben, hogy na, most lesz egy fantasztikusan jó képfelvételeken gyártó akciókamerám, amit tudok a következő 4-5 évben használni Airsoft videó készítéshez. 2021 nyarán nagy reményekkel mentem először terepre az új Hero 8-asommal. Eleinte nagyon elégedett voltam. Fantasztikus képminőség, látványos jelenetek, gyönyörű színek. 2022 tavaszáig nagyjából minden rendben is volt vele, de néha-néha arra lettem figyelmes, hogy a készülék random kibe kapcsol felvétel közben. Az idő múlásával a probléma egyre gyakoribbá vált. A nyáron már volt, hogy az eszköz egyáltalán be se kapcsolt játék közben. Nyúztam, téptem még a kamerát 2022 őszéig, hát ha javul valamit a helyzet. De több aksicsere, memóriakártyacsere, szoftver frissítés után is tovább romlott az eszköz állapota. Mivel ekkorra már lejárt az egyéves garancia, úgy döntöttem, elviszem szervizbe. Na, itt jön az első tanulság. Biztos ti is hozzá vagytok ahhoz szokva, hogy ha nem működik a kocsi, a puska vagy a mosógép, elviszitek szervizbe. Na, ez mint kiderült, az akciókameráknál abszolút nem így működik, a GoPro nem javítható, csak cserélhető. Ettől függetlenül egy magát GoPro szerviznek nevező intézmény megpróbálta megjavítani a Hero 8-asomat, de nemhogy nem tudták megcsinálni a gépet, de úgy adták vissza, hogy az már soha többé be se kapcsolt. A szerviz díjat azért kedvesen elkérték. No, that's a scam! Na mondom, ezt benéztem, vissza kellett volna küldeni, még mielőtt lejár az egyéves garancia. Mindegy, tanultam ebből, lépjünk tovább, veszek akkor egy másik GoPro-t. Egy zsírúj, Hero 11 minire esett a választásom. Eldöntöttem, hogy azzal majd körültekintőbben bánok, hát ha tovább bírja. Na, az igazi horror csak ezután jött. 2023 elején vittem ki először terepre az új kamerát. Mivel nem árulnak hozzá védőtokot, vágtam rá plexit, szereztem neki egy kis műanyagtokot is, nehogy szétázzon, ha esőbe kerülünk. Megvettem hozzá még a gyárilag ajánlott memóriakártyát is. Gondoltam, jobb, ha óvatos vagyok, még akkor is, hogyha ezt a kamerát úgy reklámozták, mint, idézem, one of the most durable GoPros ever made, vagyis ez az egyik legstrapabírobb GoPro, ami valaha készült. Ez a legstrapabírobb kamera fél évet sem írt ki. Nyár végére elkezdte ugyanazokat a tüneteket produkálni, mint a Hero 8-as, random kibekapcsolt felvétel közben, aztán már be se kapcsolt. Ókulva az első incidensből, azonnal vissza is küldtem garanciálisan a gyártónak. Szerencsére az ügyfélszolgálat teljesen korrekt volt, szó nélkül kicserélték a gépet, és küldtek egy újat helyette. Az új kamera 2 darab játékot bírt ki, aztán teljesen meghalt. 1 perc hosszúságú jeleneteket tudtam vele felvenni, aztán elkezdett az is kibekapcsolgatni. Ez az egész vérciki volt, mert új arcokkal voltam egy C-kubi játékon, és konkrétan semmit nem érzékeltek belőlem, csak azt, hogy egész nap hangosan pittyeg a fejemen a kamera kibekapcsolás közben. Vissza garanciálisan, decemberben küldtek egy harmadik kamerát. Most május van, eltelt kicsit több mint 5 hónap, összesen ez idő alatt mindössze 7 Airsoft játékon voltam vele. Ismét elkezdett kibekapcsolni, a múlt vasárnapi játékról már szinte semmit nem tudtam felvenni. Most untam meg. 3 év alatt 4 GoPro ment tönkre a kezeim alatt. Nyilván elgondolkozik azért az ember ilyenkor azon, hogy valamit én csinálok rosszul, de ez azért is elég valószínűtlen, mert már az első kamerával való kudarcom után részletesen elolvastam minden használati utasítást, betartottam minden élettartam növelő javaslatot, nem ázott meg, nem dobtam le, nem ment egész játék alatt, nem töltöttem felvétel közben, nem lőtt eszét senki.
Volt rajta még védőplexi is. A mai napig egyszerűen képtelen vagyok felfogni, hogy pontosan mi történt. Az a gyanúm, hogy egyszer túlmelegszik a kamera, és onnantól már kuka az egész. De ezt nem tudom biztosan, mert egyrészt 25 fokban még csak nem kellene szétolvadni a fejemben, másrészt pedig elvileg van benne túlmelegedés gátló is, aminek meg kellene akadályozni, hogy a kamera károsodjon. Na, mindegy is. Most, hogy elfogyasztottam 4 kamerát 3 év alatt, én végeztem a GoPro-val, és nektek is azt tudom ajánlani, hogy ne vegyetek ilyen kamerát, különösen nem Airsoftra. Igen, gyönyörű felvételeket csinál, rendkívül jó a képminőség, nagyon jó a stabilizáció is. Viszont nagyon-nagyon-nagyon frusztráló, hogy a készülék ilyen szinten megbízhatatlan. 150 ezerért egy dedikált akciókamerának, amely úgy van hirdetve, mint az egyik legstrapabíróbb, ami valaha készült, ez egész egyszerűen kevés. Van sok más alternatív kamera is a piacon, ezek egyre szebbek, jobbak, strapabíróak, megbízhatóbbak, úgyhogy én most váltani fogok. Az új készemelt egy DJI Osmo Action 4, majd ha érdekel, beszámolok szívesen arról is, hogy ez mennyire jött be. Ha kíváncsi vagy arra, hogy ezzel milyen felvételeket csinálok, ne felejts el feliratkozni a csatornánkra. Ha pedig neked van bármilyen tapasztalatod, amit megosztanál, akár GoPro-val, akár más kamerákkal kapcsolatosan, javaslom, hogy írd meg kommentben. Biztos sokaknak segíteni fog majd, ha többféle véleményt is hallanak az én erősen negatív tapasztalataim mellett is. Köszi szépen a figyelmet, srácok, lányok, szép napot kívánok nektek!